A mostani videóban a részhiány jeleiről, a rész pótlásáról és a rész szervezetünkben betöltött szerepéről lesz szó. Szeretettel köszöntök mindenkit! A rész a harmadik legnagyobb mennyiségben előforduló nyomelem az emberi szervezetben, a vas és a cink után. A rézre szükség van a kollagén felépítéséhez, a kollagén pedig a kötőszövetekhez, ezért ha a várandós édesanyák szervezetében kevés a réz, az okozhat a csecsemőnél hát és gerinc körüli elváltozásokat, például a túlzó mértékben görbülő hátat, vagy inszalag problémákat, illetve lúdtalpat. A réznek direkt hatása van a testünkben a kollagén létrehozására, csökkenti a kollagén vesztést, és szükséges az elasztinhoz is, ami pedig a kollagén rugalmasságát adja. A rugalmatlan, laza bőr nagy eséllyel jelent alacsony rézszintet. A réz szükséges a tirozináz enzimhez, amely a bőr színanyagát, a melanint hozza létre, ezért ha hiány van belőle, kialakulhatnak az olyan bőrproblémák, mint a vitiligo vagy a korai őszülés. Gyanakodhatunk alacsony rézszintre vérszegénység, látásromlás, perifériás neuropátia, izomgyengeség, fehérvérsejszám csökkenés, hajhulás, sérvés, csontritkulás esetén is. A réz először is nagyon jó hatása van az agyra, segíti a neurónok az idegsejtek kapcsolódását, illetve részt vesz a neurotranszmitterek létrehozásában is, mint a dopamin, a GABA vagy az adrenalin. Hatással van a sötétben vagy becsukott szem esetén a tájékozódásunkra, tehát ha van belőle elegendő, hatékonyabban egyensúlyozunk, jobban tájékozódunk a sötétben. A réz a gyulladás csökkentésben, az antioxidáns védelemben és az immunerősítésben is részt vesz, mivel a C-vitaminnak a része. A teljes értékű komplex valódi élő C-vitamin, ami a növényekben van, rezet is tartalmaz tirozináz enzim formában. Többek között ezért sem mindegy, hogy aszkorbinsavat szedünk, vagy élő ételekből visszük be a C-vitamint. A réz szükséges a hemoglobin létrehozásához, illetve a megfelelő véralvadáshoz is. Hiába viszünk be vasat vérszegénység esetén, ha nem áll rendelkezésre elegendő réz, nem tud a vas hasznosulni. Ide tartozik az is, hogy ha gyakran hidegek a lábaink, a részbevitelével esélyes, hogy javítani tudunk a helyzeten, mivel szükség van rá ugye vas mozgatásához, a vas pedig a hemoglobinhoz, ami a vörös vértestek alkotója. Fontos szerepe van a pajzsmirigy anyagcseréjében, serkenti a T4 pajzsmirigy hormon termelődését, és a testünk kálcium szintjének szabályozásával megakadályozza a T4 túlzott felszívódását a vérsejtekben. Mindezeken túl a pajzsmirigy stimuláló hormonok stimulálásához is szükséges, foszfolipidek szintéziséhez is kell, tehát több ponton is szerepe van a pajzsmirigy, hogy a pajzsmirigyünk egészségesen működjön. A sérvés a gerincgondok esetén is nagy valószínűséggel alacsony a rész szintje, mivel ugye említettem az elején, hogy szükséges a kollagén, tehát az összetartó szöveteknek a felépítéséhez, amiben az izmok, a csontok és az ízületek is beletartoznak. Sérvés csigolya gondok esetén gondoljunk a rész pótlására is, illetve mellette magát a kollagént is célszerű bevinni, továbbá természetes C-vitamint, például naponta 3-4 citromlevét, illetve sok nyers zöldséget. A réz hasznos a húgysav csökkentésére is, így ajánlható a pótlása például köszvény esetén. Az öt legjobb rézforrás az osztriga, a májételek, a vörös húsok úgy általában, a shiitake gomba és a spirulina alga. Sok réz van a kakaóban is, illetve mindenben, amit a kakaóból készítenek, például a csokiban. Ha a zöldségeket magas mikrotápanyagtartalmú talajban termesztették, a leveles, zöldszínű zöldségek, a mángold vagy a leveleskel, kiváló rézforrásokká válnak. A réz a cinkkel működik együtt a szervezetünkben, ezért ha túl sok cinket viszünk be, az kiürítheti hosszú távon a réz készleteinket és fordítva. Így ha az egyiket pótolni akarjuk, jó, ha a másikat is pótoljuk. Ugye más nyomelem párok esetén is hasonló a helyzet, ezért ha készítményekkel akarjuk őket bevinni, az a legjobb, ha mindet egyszerre, tehát valamilyen komplex nyomelem készítménnyel, és nem külön-külön szedjük őket. A rézhiány leggyakoribb oka, hogy nincs elegendő réz a talajban, így a növény sem tud ugye felvenni belőle elegendőt, majd a növényt elfogyasztó állat testében és húsában is kevés lesz belőle, így végül a mi szervezetünkben is alacsony lesz a szintje. Túlzottan megnövekedhet a réz szintje a rézből készült edények használatától,
a fogamzásgátlóktól és a gyenge epe vagy epehiány állapotában, mivel az epének fontos szerepe van a felesleges rész eltávolításában. Tehát ha le van gyengülve, vagy nincs epénk, nem tud hatékonyan ürülni a felesleges rész. Ha gyengül a gyomorsav, ha nem elég savas a gyomor, tehát romlik az emésztésünk hatásfoka, az rontja a cink hasznosulását, ami így a rész szintjének a növekedését eredményezheti. Köszönöm, hogy végignézted a videót, ha tetszett, segíts a terjesztésben, kedveld és oszd meg másokkal is. Jó egészséget kívánok neked, találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled!